Vízöntő, november, második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Nagyon jelentős ez az időszak, hiszen a Plutó, a legnagyobb hatalom, 20 évre, november 20-án belép a vízöntőbe. Ez nagyon erős. A Plutóról több-több videó van a csatornámon, és van külön Plutó a vízöntőben, külön-külön minden csillagjegynek érdemes megnézni, meghallgatni. Itt az, a ti időtök. Én nagyon várom. Én nagyon várom ezt az időszakot. Mert a Plutó a nagy hatalom, a vízöntő a nép, a nép, a nép, és a hatalom a nép kezébe kerül. Mi lesz itt? Na de, november 26-ától a Merkur retrográd. Hogy mit lehet ilyenkor tenni, mit nem, erről is van külön videó a csatornámon. Na de nézzük. Pozitívum. És a Plutónak a kártyáját rögtön megkaptuk. Az újjászületés, az új élet. Hát... új élet fog születni, hát az egész bolygónkon, az biztos, ez nagy változás. Ez maga a főnix madár, hamuig leégni és újjászületni. Új lehetőséget kapni, második esélyt, megkapni a második esélyt. Hát ilyen lesz a vízöntő. Ez nagyon erős, ez brutálisan erős. Amikor megjelenik ez a kártya, az ember valahogy magától is felébred, mint egy vekkerre, hogy mit keresek ezen a munkahelyen, mit keresek ebben a párkapcsolatban. Nem erről álmodoztam gyermekkoromban, nem ezt akartam, nem ezt kívántam. És akkor mer változtatni, megváltoztatni az egész életét. Tehát ott a fény az alagútban. Ez nagyon erős. Karmikus kártya, hogy ne? És itt az ász, az egyik Jolly Joker. Az ász megnyitja előttünk az ajtókat. Lehet, hogy eddig hiába kopogtattunk, most végre valahára ki fog nyílni az az ajtó, megkapjuk a második lehetőséget, és ez boldogság, ez új örömforrás. Ez lehet új szerelem, ez lehet új munka. Lehet, hogy végre valahára azzal fogunk foglalkozni, ami nagyon közel áll a szívünkhöz, amit szeretünk. Ez lehet egy gyermek születése. Ó, de brutálisan kezdünk. És hercegnő. A hercegnő is kezdés, ugyanúgy, mint az ász, de ez tűzenergia. Ez a tűzenergia fog minket vinni a sikerhez. Nagyon fontos, hogy ez a tűzenergia végigvigyen minket. Ott szoktak hibázni az emberek, hogy ugye fellobban ez a tűz, és akkor igen, én valamibe belevágok, de a cél előtt valahogy, vagy ott az út közepén már valahogy az a tűzenergia nagyon-nagyon nem az igazi. Tehát itt muszáj, ha belekezdünk valamibe, itt van kezdés, az ász is kezdés, a hercegnő is kezdés, akkor vigyen minket végig ez a tűz energia egészen a célig. Mikor érdemes belevágni egy új dologba? Hát november 26-ától a Merkur retrográd, november 23-áig érdemes. A gyermekek kártyája is. A gyermekünk életében történhet valamilyen fontos dolog, az unokánk életében például. Vele kapcsolatos lehet valamit, intézni fogunk. A hold, a gyermekáldás ide is tartozik, a holdhoz, sőt, a hercegnő a gyermek, a hold, az ász, ők is. Maga a gyermekáldás, a terhesség, a Plutó az élet és a halál, tehát új élet születhet, ez plusz információ valakinek. Misztikus kártyát kaptunk, megtudhatunk egy titkos információt, egy titkot megtudhatunk.
A hold misztikus kártya. Itt még dolgozhat a hold fogyatkozás, az új hold, a teli hold dolgozhat. Valamilyen fontos információt kaphatunk, például teli holdkor. Új holdkor kaphatunk egyébként. A hold maga az édesanyánk. Az édesanyánk életében történhet valamilyen fontos esemény. Kettes tűzenergia. Tűzenergia. Ez a kártya maga a tervek. A tervek kártyája. Érdemes tervezni. Újra tervezni. Áttervezni. Átszervezni a dolgokat. Nagyon jó, amikor a Merkur retrográd. Tervezni. Keresgélni, válogatni, újra tervezni, újra átszervezni a dolgokat. Nagyon érdemes. Amikor megjelenik nekünk ez a kártya, azért már valamit elértünk az életünkben, de hát az élet nem áll meg, megyünk tovább, új célokat érdemes kitűzni. Kettes döntés is, döntés lehet itt. Mi legyen? Ez a munkahely, vagy az a munkahely? Ez a partnerség, vagy az a partnerség. Ki maradjon az életemben, ki nem. Hetes, a tolvajok kártyáját kihúztuk. Hetes, kardok, levegő energia, ti energiátok, de a kártya pakli alján ott a szerencse kerék. A fortuna, a sors, fordulat, és még egy karmikus kártya. Valamilyen szerencsés módon például elkerülhetjük a lopást, például. Valamilyen szerencsés módon valamitől megszabadulhatunk. A hold is maga a félelem. A szerencse kerék alatt kilences kardok, meg itt levegő energia, szúrós nehéz kártya, megszabadulni egy szúrós nehéz stresszes dologtól, valamitől vagy valakitől, tehát itt lesz egy fordulat, egy szerencsés fordulat. Ez nagyon jó. Valamilyen szúrós dologtól, helyzettől megszabadulni, megtalálni azt a kiskaput, mert ez a hetes maga, hát a ravasz róka, én azt szoktam mondani rá. Megtalálni a kiskaput, a raffináltságnak a kártyája is. Kardok észszerű megoldást megtalálni, és megszabadulni valamilyen szúrós dologtól. Ez nagyon jó. Érdekes, nagyon érdekes. És azért van itt szerencse, szerencsés pillanat, szerencsés lehetőség, utazás is. Nézzük csak meg még egyszer ezt a kártyát. Itt lehet látni, ez egy hetes kardok, hogy itt van egy pár, boldog pár, de ennek a boldogságnak valaki nem örül, tehát van itt irítség megszabadulni ezektől a toxikus emberektől. Hát legyen így. Hát ez a kártya már megmutatta nekünk a nagy változást. Megyünk tovább. Negatívum, egy kis figyelmeztetés. Na nézzük, a főpap, a hagyományok ide tartoznak, szembe menni a hagyományokkal, szembe szállni velük. Én ezt nem akarom. Nem kell rám erőltetni. Elég volt, vagy lehet, hogy elég volt ebből. Érdekes, nagyon érdekes. Megyünk tovább. Király. Ez a király lehet vagy bika, vagy szűz, vagy bak. Lehet ez egy családtag például, és ránk akarja erőltetni ezeket a hagyományokat, családi hagyományokat. Mi meg szembeszállunk ezzel a királlyal. Érmék, van itt pénz, tehát van itt hatalom. Lehet, hogy valakinek azt fogják mondani, hogy vidd tovább a családi vállalkozást. Én meg nem akarom tovább vinni, mert én mással akarok foglalkozni. Tehát szembeszállni ezzel a királlyal. Nagy harc lehet itt, nagy harc. Egy hivatalos személy lehet.
hivatalos személy, akivel lesz egy nehezebb harcunk. Megyünk tovább. Hatos kardok. Kardok, a ti energiátok, a levegő energia. Ez a kártya egyébként plusz információ, ez a kártya az autó, nem új autóról beszélünk, nem érdemes autót venni, amikor a Merkur retrográd. Nem érdemes értékes dolgot venni, amikor a Merkur retrográd, itt is van érték, király, pénz, befektetni nem érdemes, megbánhatjuk. Nos, ez a kártya hatos, azt üzeni, hogy még valamilyen ügyet nem tudunk itt lezárni. Még van itt valamilyen szúrós ügy, amit viszünk még tovább. Ez nem jelenti azt, hogy decemberben nem sikerül lezárni, vagy egy fél év múlva, de most még azért küzdeni kell ezzel a dologgal. Nyolcas érmék. Érmék pénz. A munka. A munkahelyünkön lehet konfliktus valakivel, valamilyen szúrós helyzet, kardok, konfliktus. Mindent, amit mondunk, írunk, aláírunk, figyelem, a Merkur retrográd, akkor nem érdemes valamit aláírni. Fontos szerződést megbánhatjuk. Sőt, amikor a Merkur retrográd több a félreértés, több a dezinformáció, több a hiba a dokumentumokban például. Kardok észtanulás, sikertelen vizsga lehet, mert a nyolcas is a tanulás. A főpap is a bölcsességnek a kártyája. Autó, sikertelen kressz vizsga, forgalmi vizsga, az is ide tartozik például. Megyünk tovább, karmikus kártyát kapunk itt is. Ez a végítélet. Tehát itt ítélkeznek felettünk, valamilyen engedélyt még nem kapunk meg. Egyébként a bumerángnak a kártyája is, amit eddig adtunk, most vissza fogjuk kapni. Itt az idő fizetni. Karmikus adósság. Ledolgozni a karmikus adósságot, ez is benne van a pakliban. Hercegnő, kejhek, vízenergia vihet minket, ez a vízenergia, az érzelmek vihetnek, rossz irányba vihetnek minket. A hercegnő, ez kezdés, amikor a Merkur retrográd, akkor nem érdemes kezdeni, megbánjuk ezt a dolgot. A gyermekek kártyája is, tehát itt lehet valami, gyermekekkel kapcsolatos, nem fizetik ki időben nekünk azt a pénzt, ami jár a gyermek után, például a gyermekünkkel összeveszhetünk, kardok, szúrós eszköz. Megyünk tovább. Na nézzük csak, mi van itt a plusz kártya, amit mond. Hatos, a szerelmesek, nagyon kellemes kártya. Elsősorban ez a kártya döntést mutat nekünk, döntést, és csak utána szerelmet. Döntést. A döntést lehet látni a pozitívumon, itt van a kettes, a botok, a döntés. Érdemes átgondolni, észszerű döntést hozni, mert a pozitívumon is vannak kardok, ész, ugye? Okos döntés, valamilyen ravasz döntés, kiskaput találni. És a negatívumon is van azért kard, szúrós eszköz. Ez a kártya maga a partnerségnek a kártyája. Egységben az erő, egy jó szövetséget köthetünk itt. Létrejöhet egy jó kis szövetség. A szerződéskötés is ide tartozik. Fontos szerződéskötés. Hát november 23-áig érdemes ezt lebonyolítani. Van valaki, aki minket támogat, vagy támogatni fog. Ez nagyon jó. Megyünk tovább. Még nézzünk. Mert itt kaptunk karmikus kártyákat. A pozitívumon kettő karmikus kártyánk van. A negatívumon egy darab. Na nézzük.
egyet a pozitívumra, egyet a negatívumra. Mi lehet itt, mi lehet itt? Na nézzük. Pozitívum 10-es, milyen érdekes. Van 7-es, 9-es kardok, és megjelent a 10-es kardok. Befejezni, lezárni valamitől vagy valakitől, véglegesen megszabadulni, és újjászületni valamilyen szúrós dologtól. Ezt az újjászületés nekünk már megmutatta a legelső kártya. Itt az idő befejezni valamit. Sikeres műtét is lehet itt, vagy ilyen fogászati beavatkozás valami lehet. Tehát megszabadulni a fájdalomtól, ettől a szúrós, nyomasztó fájdalomtól. És mi van itt? 6-os kardok, ugyanaz a kártya, kétszer megjelenik nekünk. 6-os kardok, itt még vihetjük magunkkal azt a bizonyos szúrós dolgot. Még itt valamit nem tudunk lezárni, lerendezni. Még valamit. Egyébként a főpap mutat nekünk engedélyt, hogy a fenti erők már valamit engedélyeztek, de mivel a negatívumra kaptuk ezt a kártyát, akkor itt még nem kapjuk meg azt az engedélyt. Tehát még valami, hogy szokták mondani, ami késik, nem múlik, tehát megtaláljuk mi ezt a megoldást, csak lehet egy picit még várni kell. Még várni kell, várakozni kell. Egyébként kardok, ez a, hát az okostelefonok, a számítógépek, ezek a kütyük, ez minden ide tartozik, és amikor a Merkur retrográd, akkor jobban lehet ezt érezni, hogy elromlik a telefon, ellopják a telefont, tönkre ment a mosógép, a hűtő, egymás után az egyik, a másik, a harmadik, valamit ellopnak, kardok, virtuális világ, ott is történnek valamilyen kellemetlenségek. Ez szinte természetes, amikor a Merkur retrográd. De ez a két karmikus kártya itt nekem nagyon tetszik, és ez a lezárás, egy szúrós, nehéz, fájdalmas, húzós dolognak a lezárása, ez is itt nekem nagyon tetszik. Sőt, a kardok, a negatív gondolatok, és ugye a hold mutat félelmet, hát ezektől is épp ideje megszabadulni, ezektől a negatív gondolatoktól, azt mondja, hogy hes tőlem. Ezek a denevérek, ezek a negatív gondolatok lehetnek. Tönkre tesznek minket, semmi jót nem adnak. A pozitív gondolkodás, hát az maga egy varázslat, csodára képes. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!